Grillezni fogunk, a grillezéshez egy hagyományosan klasszikus és egy modern eszközt fogunk használni. A hagyományosan klasszikus, a mindenki által jól ismert faszenes verzió, ebbe vagy faszenet, vagy brikettet teszünk, rá a húst, és a klasszikus, hagyományos módon meg tudjuk sütni az ételt. A másik egy modern gázüzemű grillsütő, mi most egy Holland Grand Hall márkájút használunk, amelyik négy részből áll. Alul találjuk a gázpalackot. Bal oldalt van az előkészítő rész kis fogasokkal, itt van középen a tűztér, amit egy ilyen nagy fedő takar el, itt a simalap, itt van a rácsos rész, ez a melegítő rács, ez nagyon fontos szerepet játszik, hiszen itt tarthatjuk melegen mondjuk a bagetteket. Itt pedig oldalt még egy plusz kis kiegészítő rész, ahol például egy wokot tudunk használni, és wokban is tudunk ételt elkészíteni. Miután mi grill ételeket fogunk készíteni, éppen ezért nincs szükségünk arra, hogy ezt a felső részt használjuk. Ha barbecue-znánk, akkor viszont nagy szükségünk volna rá. De miután a grillnek az a lényege, hogy gyorsan, magas lángon készítsük el az ételeket, ezt nyugodtan levehetjük. A négy gomb egyértelműen jelzi, hogy négy égőfejjel dolgozik ez a grillsütő, mindegyik alkalmas arra, hogy a maximumon vagy a minimumon tudjuk változtatni és szabályozni a hőmérsékletet. A klasszikus és a modern, a klasszikushoz egy picit több idő kell, ezt a modernet egyszerűen csak be kell durrantani, és már is lehet rajta sütni. Nagyon szép grillezős estét kívánunk, Ósztól tanulunk ismét, mégpedig a ma este folyamán rákokat, kis apró scampikat fogsz nekünk grillezni, ha jól tudom és jól látom. Igen, fölteszünk a grillre scampit, föl fogunk tenni garnélát, meg egy kisebb méretű garnélát, egy shrimpset. Jó. És ezekből kérdésem van. Ez a scampi, ez meg van főzve, ugye? Igen. Ez is? Igen. És ez a középső? Ő nincs. Az nincs, tehát ez nyers. Így van. Az nem probléma, az nem baj, hogy egyiket előfőztük, a másikat pedig nyersen tesszük rá? Nem probléma, mert ezzel kezdem. Tehát ezzel a garnélával kezdem. A Black Tiger garnélával. Így van, és majd meglátod, hogy hogyan változik ennek a színe. A grillsütőnk ugye két részből áll, van a sima platni és van a rácsos része, mi most a sima platni részen dolgozunk, amit előzőleg olívaolajjal megkent Óz. Ez azért kell, hogy a hal, illetőleg más hús is hozzá ne ragadjon. Mindig legyen kéznél egy kis pemet, egy kis kenőrész, egy kis olaj, és akkor ezzel nyugodtan lehet úgy utána dolgozni. Úgy. Erről a fajta garnéláról azt kell tudni, hogy így grillezve nagyon jó, vagy hogyha ennek kibontom a páncélját és kiveszem a húsát, akkor ezt föl lehet használni, különböző szószokba belerakni, vagy tésztával, stb. Viszont az a kitin páncélja, hogyha ezt valamilyen ételbe belefőzöd, akkor ennek nincs olyan jó íze. Tehát ezt az ételt nem ajánlom például egy levesbe így. Akkor a konklúzió az, hogy ezt együtt grillezve. Ezt grillezve, vagy pedig ki kell bontani és úgy belerakni. Nézd meg, hogy a kitinnek a szürkesége már ezeken a kis hosszú érzékelőkön, ezeken már átváltozik. Ja, hát mondjuk én is itt ezen ülnék, ezen a forró lapon, az én is beberösödnék, hát így az van. Teljesen természetes. Látod? Úgy. Ezt a hármat fogod sütni, most egyelőre? Most mindegyikből fölteszek körülbelül hármat, hogy ez úgy a tányéron jól nézzen ki. Zoltán, milyen ízesítő anyagot készítettél hozzá? Ezeket a sütésnek a végén meg fogom sózni, ráteszek egy ilyen petrezselymes, fokhagymás olívaolajat, és frissen kinyomott citrommal is még megkenem. Uh-huh. De ezt majd csak a végén, hogy nehogy ráégjen. Ezt gondolom közben majd át fogod fordítani. Igen, igen. Lehet-e egyszerre is sütni ezeket, vagy most megvárod, amíg először ez a fekete tigris cucc ez meggrilleződik, és utána teszed fel a következőt? Így van. Tudnálik, ezek az ilyen garnélák, rákféléknek a húsa egy nagyon kis érzékeny teremtés, nagyon könnyen kiszárad, és akkor megkeményedik, az pedig nem a cél. Tehát először ezt most megcsinálom olyan szintre, hogy mind a két oldala így elpiruljon. És ez a kellő szint, tehát ezt a szint vártad? Nem. Ennek még tovább kell, mert látod a fején, ott még semmi nincsen. Tehát ez ott még nyers. Tehát ott van az ő kis szeme. Most, ugye azt mondtad, hogy ezek nyersek. Igen. Azokat pedig már előfőztük.
tisztítás szempontjából, igen, tehát ezeket nem kell kibelezni, ezeknek nem kell a belső szerveit kivenni, hanem ezek így tökéletesen alkalmasak arra, hogy grillezzük őket? Hát ez például így is ki lehet szedni, az ember letépi az ő lábát. Igen, ezt közben leveszem, mert igen, itt nekem, bár jó melegen van, tehát én azért ezt én csipem ezt a helyzetet itt, hogy négy gázégő dolgozik. Tehát lefejted a páncélját róla, és egyszerűen csak ezt a sima fehérjét, ezt a húst, ezt rádobod. És ezt is lehet úgy csinálni, hogy csak ezt így ráteszem. Azt lehúzod a végét. Utolsó kis páncél darabot azt rajta hagyom, és például ezt így rá lehet tenni. Bocsánat. Egy kis én olajat tettem rá, hogy az jó legyen. Ebben lehet ezt így dugni. Ez egyébként pillanatok alatt csak én kíváncsi természet vagyok, tehát ezt átfordítom. Ezt is átfordítom. Ez mikor lesz jó? Hogyha a feje is be. De ha a feje nem ér oda a platnihoz, akkor is ennek olyan sok meleget kell kapnia, hogy oda. Na most ez a rész például, amelyik már nem tartalmazza a kitin páncélt, ugyanis itt azért a kitinek is át kell sülnie. Persze, át kell melegednie. De ugye itt nincsen rajta kitin páncél, ez hamarabb készül. Ez hamarabb készül. Tehát szinte azt mondhatom, hogy én mondjuk most már egy perc múlva meg is tudnám enni. Nem, mert látod, hogy itt még rajta van. Egyszerűen nem hagyja azt, hogy megegyem azt, amit már meg szeretnék enni. Látod? Értem. Egy kicsikét több. Én szeretném, hogy ebből még egy ilyet gyártanál. Jó? Tehát mutasd meg még egyszer, hogy mit kell tennünk szakszerűen, hogy a kamerában mindenki lássa. Tehát az ember letépi a fejét. Úgy. Akkor a legjobb a lábait szintén így körömmel kitépkedni. Ezzel kinyílik a hasi egyszerűen, páncél. Mint a zöld borsót ki kell fejteni az egészet. És fontosan mind a zöld borsót kifejteni. Ez olyan, mint amikor egyébként ugyanilyen rákot szolgálnak föl, amikor már megvan főve, hogy megvan sütve, de kitin páncéllal adják, akkor ugyanúgy kell lefejteni. Tehát azt nem kell megenni. A végén mindig ott hagyják a kis farkot, az szinte a fogantyúja ennek az egésznek. Úgy. Ezt ugye ez az állat, hogy ennek a fel, ott van, már látom. Tudod? Tehát egyet, de meleg itt ez. Az a felé, azra most nincsen szükségünk, az csak le is haltította. Rémes, hogy én milyen béna vagyok, csak nagyon nem meleg van. A kezedet? Mert itt meleg jön föl. Tessék, gyere át arra az oldalra. Megyek át. Nem őrültem meg. Jó. Most ez már olyan szinten van, tudod, a java része az állatnak az már készül. Na most hadd csináljunk itt egy kicsikét rendet. Miért? Ez hát teljesen rend volt. Tehát ezek így szépen kiskiflibe voltak. Igen, kiskifli. Úgy azok oda mennek, ezt ide lehúzom. Nézzük, hogy ezzel mi van. Azt, ha oda betolod, akkor nem látja a kamera. De ide jönnek más dolgok, ja, más és muszáj betolnom, mert nem elég nagy. Na most én levettem minden ezt a melegen tartó rácsot, ne hozzam vissza, nem, hogy nem, felrakjam. Nem. Ez pedig így hasra? Hasra fekszik, úgy melegszik. Ez nagyon jól néz ki. Ez képes nagyobbra megnőni? Igen, körülbelül ilyen nagyra. Tehát ezt kifogtál? És ez egy olyan fajta rák, aminek a tulajdonképpen csak a potrohában levő húst teszik meg, és általában olyan kevés a ollóba, például ezeket az ollókat először is föltörni nagyon nehéz, kőkemény. Másrészt olyan kevés benne a hús, hogy ezt nem eszik meg. Viszont ezt a részét. Jó, de ezt mondjuk nyakláncra hordva meg lehet tenni, nem? Itten láttam előbb egy érdekes dolgot, itt van. Például, ha megnézed, ez a garnéla itt hordja az ő kis petéit. Látod? Ott bent. Igen, látod ezeket? Igen. Ez, mindjárt mutatom. Aztán ez így grillezésre nem jó. Ez nagyon jó, bele lehet főzni. De ezt meg lehet enni? Meg lehet enni, meg lehet enni. Megeszem, akkor megmaradok itt? Megmarad. Tehát ez nem jó a grillezésre, hanem olyat keresek, amiben ez kevésbé... Sütve jobb? Hát persze, hogy jobb.
Viszont például egy ilyen... Zoltán, egy kicsit félek attól, hogy azok odaégnek, nem? Vagy valami, tehát a... Ne izgulj, Sándor. Azt hittem érdekes módon, hogy ezeknek sokkal rövidebb idő elég ahhoz, hogy átvilleződjenek, de ezek szerint nem. Sőt, ez a kitin páncéljától megfosztott garnéla is még mindig sül. Nem kell ezt a platnit neked megkenni most még egyszer olajjal? Én szeretem ózban. Várj, meg kell néznem, hát kérdezel, én közben ott vagyok hátul. Itt. Látod? Nyugodtan egyébként, bátran, meg lehet kenni, föl lehet rakni. Sanyi, inkább egyél. Ezek, ezt a részét parancsolj. Ezért alkotunk mi egy szerves egységet ózzal, mert ő persze, egy ügy is jó lesz. Én pedig úgy gondolom, hogy... Nem tudom, melyik király mondta azt, hogy országomat egy rákért, de igaza volt. Operálunk. Tessék, itt van a nyele. Menj így. Egyszerűen menj így. Nagyon. Na ugye, ezt csináltam ezelőtt, pontosan 3 perccel ezelőtt ezt csináltam. Akkor még korai volt, most jött el az ideje. Ide félrerakjuk hátra. Ezt tudom, hogy el... Visszahozom azt a melegen tartó rácsot, jó? Kihűl szerintem, igen. Jó. Mit kell várnunk ennek az állatnak a színe elhagyásától? Gyakorlatilag, hogy ilyen grillezett, barnás foltok megjelenjenek rajta, hiszen ez már megsült, vagy megfőtt, tehát ez nem nyers. Hát átmelegítjük, átsütjük. Na most, ugye óvatatlan adódik a kérdés, hogyha ennek az állatnak mondjuk csak ezt a részét ehetjük meg, igen, akkor miért így kell megsütni? Nem kell így megsütni, ez bárhogy meg tudod sütni. Ez csak sütni. A látványra mentünk ez, most? Hát persze, hát aha, ezt a világ legtöbb helyén így árulják, mert ez így jól néz ki. Vagy nem néz ki, hogy szerintek? De nagyon rettentően jól néz ki. Voltál te már életedben kint halászhajón? Nem. Amikor úgy este 10 órakor szépen kimennek a tengerre, és akkor ilyen hajnali 4-5 körül jönnek nem, vissza? Nem. Ott ezeket zsákszámra. Uh-huh. Zsákszámra. Scampiról még annyit, hogy tulajdonképpen ezek közül a különböző ilyen tengergyümölcseik közül szerintem ennek van a legfinomabb íze, tehát a potrokban levő húsnak ennek van a legjobb íze, viszont nagyon nehéz enni, mert ennek van a legkeményebb páncélja. De ezt gondolom, egyszerűen fel kell törni. Hát igen, jobb vendéglőkben azt előre bevágják neked, hogy könnyebben boldoguljál, de mondjuk egy olasz ilyen kikötői kocsmában, ott nem vágják be. Ott... Egyébként a minap voltam egy helyen, messze Magyarországtól, és ott úgy szervírozták az ilyen nagyobb rákot, ugyanúgy megrillezték, középen felvágták a hátát, és egyszerűen lefordították a kitin páncélt alulra. És alul volt a kitin páncél, és fent pedig ez a nagyon vastag, fehér, grillezett hús. Homár. Lehetett az? Igen, talán. Igen. Az homár adta magát, vagy langusta. Ez az a hát egyszerűen. Azt mondtam, hogy igen. Zoltán, amikor ezek készen vannak, gondolom ezt egy tára majd föl fogod tenni, igen, mint egy ilyen vegyes tálat. Igen. De most mielőtt leveszed a platniról, ugyanazzal a fokhagymás olajjal egy kicsit átkened őket? Átkenem, és ami újdonság, hogy citromlével is megkenem. Bocsánat, kenhetem én esetleg? Kenheted, csak akkor majd gyorsan kell dolgoznunk, mert ez hamar ráég. Micsoda az? Hát a petrezselyen persze, hát ez a platni az nagyon forró, ugye? Hát de én úgy kenem, hogy az gyorsan, akkor hiba nem lesz. Oké? Most megsózom egy kicsikét ezt az egészet. Jó. Igaz, hogy ez a páncélba
keresztül nem megy bele, de hogyha a kezedet majd nyalogatod, mert ugye ezt kézzel esszük, akkor sós. Akkor a kezeden, meg ahogy fogod, azért mégiscsak rákerül. Ez? Igen, ezzel kend át, úgy. És ahogy a fokhagymának az illata föltorul az agyamba, annál nincsen jobb dolog. Parancsol. Jó. Most jön egy kis citrom. Milyen az illata? Épp pont ezt akartam mondani, hogy sajnos az illatát nem érzik. De hát... legyen benne részük. Vagyis hát ha most velünk csinálja ezt, akkor van benne része. Tehát tök egyszerű az egész. Hihetetlen. És most jött ki az az illat a citrommal, meg a fokhagymával, amit ugye az ember mondjuk a tengerparton sétálva azt érzi, amikor elmegy egy étterem előtt, hogy akkor jött ez a dolog. Zolta, és kész vagyok. És akkor készen vagyunk. Most már csak egy szép vegyes tálat. Ahogy. Nagyon szépen néznek ezek így ki. Úgy, és akkor pedig alul a kicsiket. Erre is oda vágsz egy fél citromot? Ez is így van. És egy pici petrezselyemmel megszórod? Petrezselyem megszórva. Egyszerű dolgok ezek, nem kell ez túl komplikálni. Jó, halaknak nem kell tényleg semmi komplikáció. Itt van ez a tiéd. Nyugodtan tedd oda, úgy, díszítsd, szórd meg, tegy oda egy fél citromot. Köszönjünk el gyorsan, köszönjük szépen a figyelmüket, tényleg. Ezt miért itt tetted? Ez ronda. Hát azért meg kell fordítani. Így. Egy, kettő, három, négy, öt. És itt több lé is jön ki belőle. Tessék, és egy hát picit, ez... ahogy őt megkaptott a szélét, igen, az egész. Nagyon jó étvágyat kívánunk hozzá, nekem lesz. Zoltán, köszönjük szépen. Egyszerűen, nem is mondok semmit sem. Ne felejtjék, folytatás következik, hiszen vannak még nagy halaink. A grillezés legutálatosabb részén túl vagyok. Ez az elmúlt egy órát jelentette, amikor ezt az egyébként tökéletesen működő gáz grillsütőt el kellett tisztítani. Nem egy egyszerű feladat, kell hozzá két erős kéz. Egy hihetetlen erős felépítésű drótkefe, ezzel kell úgy rátolni. Egyébként, ami megsegíti a ráégett olajnak és a zsírnak a leoldását, speciális olyan eszközök és olyan anyagok, amivel be lehet fújni, egy jó kis dörzsvászon, egy kis kendő, és akkor ilyen szépen csillogó lesz, majdnem azt mondhatom, hogy 90%-ba vissza tudtam állítani az eredeti állapotot. Lehatjuk a tetejét, ezeket az eszközöket ugye eltesszük. És akkor most jön a nagy művelet, amikor megadjuk a grillsütőnek azt, ami jár neki, letakarjuk, mint egy autót, vagy mint egy motort, és eltesszük a következő főzés idejére. Ennek a takaró fóliának a rátétele rendkívül egyszerű. Először is ki kell bontanunk, megfogjuk ezt az oldalát, és egyszerűen ráhúzzuk erre a felére, ezen az oldalon. Leigazgatjuk, így, ezen az oldalon. Itt igazgatjuk le, így, megsimogatjuk, és búcsút intünk neki.